Sziasztok, én Klobi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. Vissza is térnek a jó öreg Skibidi WC-k, és folytatni fogjuk a történetet. Hogyha esetleg kimaradtak volna az előző részek, akkor mindenféleképpen pótoljátok be őket, és akkor fogjátok megérteni, hogy mégis mi miért történt, és akkor fogjátok vágni a sztorit. A 62. résznél hagytuk abba, kijött időközben a 63., 64., illetve 65. rész is, szóval most ezeket fogjuk megtekinteni. Na de hogy vajon még meddig fog tartani a háború, az egy rettentő jó kérdés. Én még mindig a jó öreg kamerafejeknek szurkolok. Itt is vagyunk a Dafuk Boom nevezetű csatornán, és mi durva megtekintéseket hoznak még mindig. 60 millió megtekintés, 50 millió megtekintés. Én egyetlen egy dolgot nem értek, hogy hol van ezen a videón az 50 millió like? Hogyha még nem tetted volna, mindenféleképpen fejedd szét azt a like gombot, és legyen meg, mert esküm úgy meg lehet. Na de még mert folytatnánk a történetünket. Ennek a videónak a támogatója a World of Warships, innen is köszönöm szépen nekik a lehetőséget. Egy hosszú és fárasztó nap után nem is lehet jobban kikapcsolni az agyadat, mint sem úgy, hogy játszol az ingyenesen letölthető World of Warships-el. Tolhatod PC-n, vagy pedig konzolon is. Játszhatsz egyedül, vagy pedig a barátaiddal csapatban. Plusz most, hogyha leírásban található linken keresztül kipróbálod, és játszol minimum 3 meccset, akkor azzal rettentően tudnád támogatni a csatorna fennmaradását. Mindenkinek nagyon hálás lennék. Csak vigyázzatok, nagy az legyen, hogy annyira beszippancson titeket, hogy abból a 3-ból akár 30 legyen, ugyanis brutális a játékmenete, illetve rettentően élethű a grafikája. Ráadásul több mint 600 történelmi hajó van benne, plusz hogyha ez még mindig nem lenne elég, na mit intéztem nektek, hogyha most regisztráltok a leírásban található linken keresztül, akkor kaptok egy 25 euró értékű ajándékcsomagot, amely tartalmaz 500 dublonzt, 2 millió kreditet, egy brutálisan komoly tier 4-es hajót, 7 nap prémiumot, plusz ezen felül 6 skill commander pontot is. Mindenféleképpen lessetek rá és próbáljátok ki, ott van a link lent a leírásban, na de térjünk is vissza a videónkhoz. Miért fekete képpel indul? Nem lesz itt szomorúság, ugye? Ó, hát persze, hogy nem lesz, hanem debütál egy új fegyver. Na ezzel nagyon is darál és nagyon is kapják a Skibidi WC-k, de hát nekik is megvan ám a válaszuk, és már rakétázgatnak meg minden. Mennyire kegyetlen már? Na ennyire brutális harcok nem is nagyon voltak még. Bár lehetséges, hogy minden részben ugyanezt mondom, mivel folyamatosan egymásra kontráznak, illetve még ezt a piros inges dupla fegyveres tagot sem láttuk. De miért nem segítette fel? Ő valami góré lehet? Aki most csalódott benne? Hogy neki nem sikerült legyőznie? Mi porán néz ki ő is? Hát rendes testet növesztettek a Skibidi WC-k. Az a baj, hogy annyira régen volt az előző rész, hogy már nem is emlékszem, hogy volt-e ilyen. De lehetséges, hogy nem. És most egy teljesen új karakterről van szó, de ahogy láthatjuk, nagyon is van a fülén fejhallgató, hogy a hangszóró fejek ne darálják be olyan könnyen. Most egymás ellen lázadnak ők? Vagy mi történik itt? Ő most kinevette a csapattársát. Lehet, hogy azért nevethette ki, ugyanis Skibidi WC-ben van. Hát én ezt így elsőre nem értem. De szerintem ez csupán ilyen baráti viccelődés lehet. És hogy bemutat neki? Nincsen semmi baj főnök, minden rendben lesz. Hoppá, hoppá! Hát nagyon kapta. De eléggé fura amúgy számomra az is, hogy ugyanolyan szinte a teste ennek a Skibidi WC-nek, mint a nagy kamerafejeknek. Még az ingje is olyan volt. Ennyi is lett volna a 63. részünk. Ne haragudjatok, de most visszatekerek egy kicsikét. Hát ő biztos, hogy nem hangszóró vagy kamerafej volt. Hát egy az egyben a fej
a testéhez kapcsolódik. Eléggé fura, hogy ennyire hasonlít az ellenséghez. Ki fog derülni a végén, hogy valami közös is lesz majd bennük? Na de jöjjön is akkor a 64. részünk, amely szintén ilyen feketességgel indul. Mennyi bombázás van itt? Mi para? Ez a fegyverük? Hát ők már tényleg nem szórakoznak, hanem mindent elpusztítanak, ami csak a nyomukba ér. De meg is jött a kettő legnagyobb kaliberű jó, és sikeresen le is számoltak. Vele egyre többet használnak rakétákat. És egyre jobban romokban van a város. Ez semmi jót sem jelent. Konkrétan az is egy bomba, és miután meghalt, felrobban. Hú, szerencsére nem robbantotta be magát, illetve a város sem, és sikeresen az utolsó pillanatban még fel tudta szabadítani. Vajon hogy viselik ők a harcot? Ugyanis az egyik részben már látható volt rajtuk, hogy szomorúak voltak. Ki volt itt a végén? Ez az emberke? Ilyen hatalmas nagy easter egg-ek vannak, vagy mi? Tuti, hogy ez egy fontos eleme lesz a történetnek. Hát nem véletlenül van itt, nézzétek meg! Ő egy húsvér ember! Szerintem eddig még nem láthattunk teljesen emberi karaktert. De tényleg az a baj, hogy annyira ritkán vannak részek, hogy nem emlékszem teljesen mindenre. De minthogyha ő lenne az, aki a csatornáknak a borítóképe. Na de ő mégis kicsoda? Lehetséges, hogy a kamerafejeknek és a jóknak ő a fő főnöke? De hogyan tud teleportálni? Hát mennyire hirtelen eltűnt onnan? Egyre több kérdést vet fel ez az egész sorozat, és egyre durvább. Na de jöjjön is akkor a 65. részünk, amely az utolsó, ami most jelenleg fent van a csatornán, nagyon is kapta. De miért van Renders Kibidi WC? Hát háború van, nincsenek itt szabályok most, csupán a pusztítás, illetve a győzelmi vágy, nem? Ez az öreg Skibidi WC is rettentően parán néz ki. Nekik már égési sérüléseik is vannak. És meg is érkeznek a főnök urak eléggé stílusosan. Na, megijedtél tőlük? Eléggé nagyok, mi? Elteleportált? Az öreg Skibidi WC? Szerintem igen. De a legnagyobb problémában cserben hagyta azt a Skibidi WC-t, aki a saját oldalán állt. Hát nagyon is belső problémák vannak akkor az ő hadseregükben. És ott hagyja konkrétan meghalni őt. Ahelyett, hogy valahogy segített volna neki. Várjatok, 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 mi történt itt? A kéket teljesen bedarálta, és neki annyi volt? Hát csak nem. Ugyanis a jóknak ők a Joker kártyáik. Próbálta lehúzni, de nem jött össze. Hát boss fight van itt! Nagyon is boss fight van! Hoppá, hoppá! Ennyire agresszív. Meg durva nem volt szerintem ez idáig. Na, hogyha ezt túléli, akkor mindent. Tudja, hogy nem fogja túlélni. És már porból lesz szinte. Hogy mi konkrétan volt egy robot Skibidi WC, és az igazi Skibidi WC azon volt belül. Aha, nézzétek meg, itt kettő fej van.
nagyon komoly praktikákat vetnek be, meg tényleg egyre durvulnak a felszerelések. Hamarosan lehet, hogy az összes skibidi WC már ilyen lesz. És egyre nehezebben fogják tudni elpusztítani őket! De ne! Ezt vajon a kék túlélhette? Hát rengeteg robbanóanyagot vittek oda. Fú, de profin van ez megcsinálva! Na? Csak nehogy szomorú legyen! És nehogy azt nézzük végig, hogy most meghal. Ne! Jónak kéne lennie mindennek, főnök! De mutatja, hogy már nem jó. És a lámpája is egyre halványabb meg villog. Hát ezek szerint akkor a skibidi WC-k célba értek, és az egyik Joker kártyájukat a jóknak elpusztították. Az egyik karja sincsen már meg, illetve lángol, meg a kék lámpája is egyre halványabb, meg minden be van törve. Hát így első ránézésre nem hinném, hogy ezt túl fogja élni. Szerintem őt tényleg elveszítettük. De bízzunk abban, hogy lesznek még ám itt hatalmas nagy fordulatok, ugyanis mindig vannak, de most ebből nagyon az jön le, hogy ismételten a skibidi WC-k állnak talán nyerésre, de végül is ők is sikeresen leszámoltak egy brutálisan nagy skibidi WC-vel. Szóval 1-1 lett így. Na de ennyi is lett volna ez a történetünk, hogyha esetleg valaki még mindig nem töltötte volna le a World of Warships-et, mégis mire vár, ugyanis brutálisan élethű a grafikája, és nagy eséllyel megvan az új kedvenc játékotok, mindenféleképpen csekkoljátok le a leírásban található linket, és nyomassatok legalább 3 meccset, ugyanis tényleg rettentő élvezetes. Én köszönöm a figyelmet, hogyha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírás. Hogyha még nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk. Addig is, szevasztok!